Sok döntés előtt álló általános iskolás látogatott el a gimnázium nyílt napjára, ahol az előadások mellett interaktív bemutatókon saját maguk is számos dolgot kipróbálhattak, kézbe vehettek. Az intézmény lehetőségek tárházát biztosítja a jelentkezők számára. Kovács Tibor, az iskola újdonsült igazgatója stábunknak elmondta, képzéseik alapvetően két profilra épülnek. Egyszer van egy gimnáziumi képzésünk, a gimnáziumi képzésen belül van egy általános tantervű gimnáziumi osztályunk, és egy rendvédelmi orientációs gimnáziumi osztályunk, illetve vannak szakgimnáziumi képzéseink. Háromfajta ágazatban várjuk az ideérkezőket. A rendvédelmi ágazat az egyik, a másik az egészségügyi, a harmadik pedig a szociális. A nyílt nap alkalmával ezekben mind belekóstolhattak az ellátogatók. Rendvédelmi bemutatót láthattak, saját maguk próbálhatták ki a csecsemőgondozás módjait, vagy akár az újraélesztés technikáját. Emellett részletes beszámolót hallgathattak meg az iskolában folyó mindennapos munkáról is. Az igazgató kiemelte, az intézményben rendezett körülmények között felkészült pedagógus gárda várja a diákokat, akik kellő alázattal és türelemmel állnak munkájukhoz. Bányai Csenge Maros Leléről érkezett a nyílt napra, mint mondta, több szakirány felé is nyitott. Érdekel a csecsemőgondozó, meg a rendészet is egy kicsit. Miért gondolkodsz egyébként, hogy makkora jössz tanulni? Mert ez van közel, meg sok minden helyben van. Buhák Nándor László a Signumban tanul, stábunknak elmondta, szimpatikus számára a rendészeti képzés. Érdekel engem maga az önvédelmi sport is, meg hát rendőrként is szeretnék szerepelni. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola tehát széles palettát kínál a nyolcadikosok számára. A következő tanévtől három új osztály indítását tervezik.